Na hát, ez nagyon érdekes, ami itt mozog. Egy idéglenes felvonó. Most vettem csak észre, ebben a pillanatban kezdtem el a fotózást is. Szia mindenkinek! Sziasztok, sziasztok, innen a Stelvio Pass Prato oldaláról, a 10-es kanyarból. Én is most értem föl. Mai nap kicsit elhúzódott a reggelem, meg elég gatyán nézett ki reggel az idő, amikor felébredtem, hét körül még esett is. És egy csomó új fejlemény van a kanyarban. Például kiraktak egy őzike veszélytáblát, ami azért hát kemény, komoly őzike lehet, aki itt felsprintel és átugrik az úton. Allé, allé, allé! Meg majd mindjárt megmutatom, itt az előbb itt pont fölment egy ilyen kis valami felvonó szerű valami építőanyagot húznak föl vele a kettes kanyarba, hát ezért nem tudok a kettes kanyarban dolgozni. És még mi az újdonság? Más újdonság nincs. Tegnap esett. Sziasztok, szia mindenkinek! Na, egy elektromos Mustang, amiről én továbbra se értem, hogy miért nevezték el Mustangnak, de nem néz ki szarul. Kicsit összekusszálódtak bennem a napok, ezért a tegnap előtti live-ban azt mondtam, hogy az volt a svájci államalapítás ünnepe, de nem, a tegnapi nap volt az elsője a svájci államalapítás ünnepe. Úgyhogy cserébe egész nap esett az eső. Milyen már, hogy megint megálltak, nagyon vicces. Így is, ez is jól néz ki, úgy. Ő is integet, de lakóautósok soha nem szoktak venni, úgyhogy akkor most megdőlhet ez a... Ez a rekord is, na végre egy Porsche. Ojoj! És akkor itt mennek kígyóban a lakóautó után. Akad a live, ez nem, ez most már sajnos úgy néz ki, hogy rendszer lesz, meg fog akadni mindig mindenkinél, nem nálad van a hiba, hanem itt nagyon gyenge a térerő. Az, ami a live-ok, nem tudom, első 25 adásában működött szolgáltató, az továbbra se adja magát, csak 3G-t ad. Az meg nem elég.
úgyhogy egyetlen egy pöcök van a 4G mellett a másik szolgáltatónál, és nagyon vicces, mert amikor leteszem vagy abba hagyom a live-ot, akkor rögtön átvált Edge-re, tehát annyira gyenge, hogy gyakorlatilag így a határon billeg, úgyhogy még az is lehet, hogy majd egy adott ponton megszakad a live, bár eddig még erre azért nem volt példa. Eddig mindig valahogy kibírta addig, amíg ment a live. A Passo dello Stelvion vagyok Olaszországban, Olaszország-Svájc határában. 2500 méter magasan van ez a 10-es számú kanyar a prátói oldalon. Három kollégám dolgozik a passzon velem együtt. Nézzétek csak ott, ez a másik újdonság ott. Jön a felvonult lefele. Látszik? Aha, kicsit azért látszik. Viszik ebbe föl a betont, ott melóznak fönn a szakadék szélén a srácok. Allé, allé! És az allé-allé-ra általában még ki is állnak a bringások. Lehet, hogy tényleg plusz energiát ad nekik. Szevasz Gábor, szia! Szia mindenkinek, aki útközben csatlakozik, vagy jön-megy. Ez a Passo dello Stelvio. Nézzétek velem együtt egy kicsit a forgalmat. Én nem csak nézem, hanem fotózom is. A kanyarfotó ezzel foglalkozik. Főként a motorosokat, a bringásokat és a spéci kocsival érkezőket, de minden autót is lefotózunk, aki integet, vagy nagyon néz, vagy bármi ilyesmi. Micsoda felhő van az Ortler tetejére rágyógyulva. És érdekes, hogy ott ilyen nagyon gyorsan mozognak a felhők, és aztán ott az Ortlernél meg így leparkolnak. Van egy kérdés, hogy te mivel jössz föl ide? Motorral jöttem ma föl, ma reszkíroztam, ma kőkemény voltam, mert azért az eléggé esőre állt lent a völgyben, sőt reggel még esett is. Volt egy kis Recer utca. Kicsit a Polar filtert beállítom, hogy belássak az ablakokon. Úgyni. Jó nagy vas, oda néz. 400 kiló egy ilyen motor, 400. Mindjárt megmutatom a motoromat, csak megvárom, hogy itt elcsendesedjen egy kicsit a kanyar. És ugye a tegnapi svájci szabad nap miatt még szerintem ma is elég sok turista van. Ott áll a gép, egy F800 GTA. Az, amivel járok. Jó földobozolva. És ha akad a live, nem nálatok van a hiba, hanem nálam. Ezzel most már úgy látszik, így maradunk a szezon hátralévő részében. Bár ma nagyon kacsingattam, hogy egy a feljebbi kanyarban állok meg, de annyira rosszul néz ki ott a háttér. Építik
a támfalat, az 1-es-2-es kanyarban bedőlt egyik nap, és akkor ott mindenféle ilyen felvonulás van, mindenféle markoló állott, meg nem tudom micsoda, és akkor ráadásul ez a felvonó is, tudom én, az előbb itt mozgott fölfele, az is oda a 2-es kanyarba érkezik meg, úgyhogy egyszerűen ez egy lehetetlen hely. Mikor leszek itthon? Kanyarfotósok vannak otthon, hogyha úgy a kanyarfotósokat hiányolod. Ha engem személyesen, akkor én szeptemberig vagyok itt, és szeptemberben fogok hazamenni, és akkor szeptembertől el fogok kezdeni nyilván hétvégente otthon is fotózni, meg szerintem fogok egy live-ozni is, hogy hazai kanyaroknak az életébe is bele lehessen tekinteni. Milyen az időjárás? Jött a kérdés. Fönn a csúcson 9 fok volt, ahogy kereszteztem. Itt meg olyan 12 fok volt, amikor megálltam, mert ez nemrég volt. Mennyi cucc volt ezen a gépen. De legalább szépen föl volt pakolva. És amikor kisüt a nap, akkor kifejezetten kellemes, mondjuk van rajtam 2 réteg, meg egy kabát, motoros farmer, meg aláöltöző, meg vastag zokni, meg kesztyű, meg sapka. Úgyhogy otthon milyen az idő egyébként? Nem ülök itt 0-24-ben, van egy ilyen kérdés, hogy amúgy 0-24-ben itt ülsz és nézed a motorosokat. Nem, hát annak nem sok értelme lenne. Itt naponta 5-6 óra fotózás van, ez forgalomtól, mindentől függ, és nem nézem őket, hanem kifejezetten fotózom őket, a kanyarfotó ezzel foglalkozik, meg tudják vásárolni ezeket a képeket, ezek ilyen élményfotók számukra, meg szép emlékek. Időnként, nem is olyan időnként, szinte nap mint nap olyan szép, meg jó leső kommenteket kapunk, amiket a vásárlás mellé odafűznek, vagy amit Instagramon, vagy Facebookon privát üzenetben megírnak, hogy mennyire klassz a fotó, amit megvettek, és hogy ez egy örök emlék lesz, és hát tényleg hát ez a lényege, hogy eljutsz egy ilyen csodás helyre, és akkor van rólad egy motoros kép, ahogy itt kanyarodsz a kanyarba, vagy akár egy autós, vagy pláne egy bringás. Pedig írott, hogy kíváncsian várom, hogy itton hányan állnak meg melletted, hogy milyen jogon fotózol, nem majd fogod látni a live-okban, hogy mi a különbség. Azon meg pláne ki fognak akadni, hogyha még live-ban is lesznek. Vagy meglátjuk. Mi ott minden nap más azért, mert van, hogy hosszú heteken keresztül egy OB-gatás sincsen, és aztán van, hogy rengeteg egy napon. Komoly tempóban tekert a bringás lány. Hol vagy most? Hát ezt szívesen ismétlem, meg amúgy is ezt nagyon sokszor el szoktam mondani. Elé, elé, elé! Ez egy elég profi bringásnak nézett ki. A Passo dello Stelvion vagyok, ugye keresztül megy a Giro d'Italia is. Hát idén már elment. Ez egy nagyon-nagyon közkedvelt bringás út Olaszországban, meg persze motoros út, meg sportautós út. Sok embernek fönn van a bakancs listáján. Ez az én bakancs listámon már rendesen ki van pipálva, úgy ki van pipálva, hogy már
nem fér mellé hely a pipák száma miatt. Összenevesztetek, hogy Visegrádon vagyok, vagy nem? Iszonyat spéci. You are watching a live feed from Passo dello Stelvio, from the Prato side. From Italy, from the Alps. It's a kind of cool weather today, although it looked like it's gonna rain, and it's still, I don't know, it's still, there is a big chance. But what is life without risks? Ott jön föl a felvonó, megint nézzétek csak. Viszik föl a vasakat. Nagyon érdekes, hogy milyen dolgokat itt pikpak ki tudnak építeni. Azért ezt a drótkötelet, ezt azért nem lehetett gyerekjáték kihúzni. Nézzük már meg, hogy honnan jön. Kisétálok veletek ide a kilátóhoz, vagy nem látszik, akkor majd a terasz végig ide. Hogy látszódjon. Érdekes. Ugrik sajnos, hát ez az én személyes tragédiám, hogy ilyen, hogy valami történik itt a térerővel nap, mint nap. Az a jó, hogy ugrás ide vagy oda egy magyar verda közbe. Olyan nagy dolgokról nem maradtok le közben, de mindig jön a következő nagy dolog. Ma reggel olyan pocsék volt az idő, hogy inkább reggel mentünk el bevásárolni. Meg ma amúgy is csak délig van nyitva a bolt. Olyan érdekes nyitvatartások vannak. Elé! Forca! Hogy lehet egy bolt, nem is tudom. Szerda van most, srácok, szerda, igen. Hogy lehet egy bolt 8-tól 12-ig nyitva, aztán annyi? Milyen fura dolog már. Elé! Tegnap volt az államalapítás ünnepe, tegnap előtt elrontottam, ezt a keveredtek már benne végképp a napok. Úgyhogy mivel mi Svájcban lakunk, így a szezon alatt, ezért kimentünk megnézni mi is. Ilyenkor hatalmas tüzeket gyújtanak. Brutális nagy tüzet raktak a falunk szélén.
illetve hatalmas nagy mágiát. Brutális nagy tüzet raktak a falunk szélén, illetve hatalmas nagy mágiát, amit tud aztán már durranni, de király. Hát ilyen nagy tüzet ritkán látok, az nagyon érdekes volt, meg az egész, ahogy begyulladt, amekkorát robbant az elején. Majd elképzelhető, hogy ide TikTokra kiteszünk róla egy videót, bár azért ez nem szorosan kapcsolódik a mi profilunkhoz, hogy hogyan ünneplik a svájciak az államalapítás ünnepét, de nagyon jó pofa, hogy sokfelé gyújtottak tüzeket a hegycsúcsokon, kicsit olyan volt, mint a gyűrűk urában lennénk, amikor mielőtt kezdődik a háború, vagy jönnek az orkok. Ez a feeling volt, rengeteg kisgyerek volt, persze nagyon élvezték a pernyék, ahogy repülnek meg. Petárdázás is volt, meg ilyenek azért. És akkor ott a selfie teraszon nem csak a család, de a Subaru is kiszellőzteti a motorterét. Allé, allé, allé! Marha jó, hogy ide mosolyognak a bringások az állézásra. Ez a Gellért hegyre menő út van, a kérdés, igen, és akkor ott a következő kanyarban. Allé, allé, allé! Már ott van a Citadella. Citadella? De Citadella. Hát otthon majd biztos lesz augusztus 20-án megint tűzi játék, meg dirdur csicsat. Valamelyik, most már egyre több helyen veszi át a tűzi játékozást ezek a drónokkal való, nagyon sok drónnal való fénykoreográfia. Ujjjj, nem is tudom melyik. Hogy csináltak egy ilyet, és ilyen szuicid módon öngyilkosok lettek a drónok, és beleesett mindegyik a vízbe, beleesett néhány, és utána az összes elkezdte követni, hát gondolom valami félre ment a szoftverben. És utána nem győzték több száz drónt kipecázni a vízből, gondolom jót nem tett nekik. De minden esetre azok már jól néznek ki, azok a drónos. Allé, allé, allé! Szia, hol zajlik a verseny? Hát ez nem verseny, ez a szürke hétköznap. Itt a Passo dello Stelvion vagyok. Itt készülnek az élményfotók az erre elharadó ringásokról, motorosokról, autósokról. A versenyhangulatot csak az én állézásom teremti meg maximum. Az EU legnagyobb tűzi játékaként reklámozzák, hát az élet fontos dolgai. Nekem, mint endúrosnak, az különösen fáj, hogy otthon teljesen ki van írtva az endúros világa az országból, nyilván főleg
zöldek meg a természetvédők tiltakozása nyomán indult el annak idején, hát ez már régi sztori. De a tűzijáték is nem hiszem, hogy nagyon jót tesz a környezetnek, de hát ez egyszer-kétszer bementem megnézni, soha többet nem fogok, az biztos, mert ez borzalmas, ami tömegnyomor ott össze szokott gyűlni, meg az az anarchia, amikor utána mindenki egyszerre akar hazamenni. Na, azoknak biztos jó, akik benn laknak a városban, és akkor csak kisétálnak a Dunaparton, ez el kell ismerni, hogy jól néz ki. De aztán kb. Vége van az összes használnak szerintem. De hát ez csak az én privát véleményem, mert mindenkinek azt tetszik, ami neki tetszik. Ugye én vidéki vagyok, úgyhogy nekem ez annyira nem is érdekes program. Visszamegyünk, hogy szebb legyen a háttér ringásoknak úgy. És itt azért hál' Istennek elég sokat tudok sétálgatni, egy kicsit reagálva arra, mint Benni ír, hogy igen, mindenhol tilos terep motorozni, minden természetvédelmi zóna, vagy favédelmi törvény, stb. Én Magyarországon a Pilisben élek, közvetlenül a parkerdő szélén, ugye, ami szigorúan természetvédelmi terület, és itt is Svájcban gyakorlatilag ugyanez a helyzet, egy kis faluban, Csérvben lakunk, bármerre indulunk el a házból, 5 perc alatt ben vagyunk a Nemzeti Parkjúban, és akkor így össze tudom hasonlítani a két országnak a Nemzeti Parkját, hogy néz ki. Nyilván ez azért jólét kérdése is, tehát azért az meglátszik, hogy itt jóval több pénz van ezeknek a dolgoknak a kezelésére, meg a rendbetételére, de nagyon durva az a különbség, amennyire ott ki vannak építve a kis ösvények, ahogy a patakok meg vannak csinálva, hogy kis tavak vannak kialakítva itt-ott, ahogy mit a 500 méterenként olyan helyeken vannak pihenőpadok. Na végre egy Porsche, meg kettő. És most, amikor hazamentem a feleségemért egy hete, akkor hát ugye meg elmentem nyilván ott is sétálni a kutyánkkal, és úgy meg volt nőve a gaz, hogy volt olyan ösvény, ami nem... látszódott. Az a kemény tényleg Svájcban, hogy ez tényleg úgy néz ki, mint valami terepasztal, tehát már nem hiszed el, hogy mennyire gyönyörű, hogy mennyire... Ott jön megint a izé. Viszik fel a betont. De hogyha letérsz az útról, a főútról, meg bekeveredsz az erdőben, akkor ott is olyan, mint egy terepasztal. Mint hogyha valaki ezt így apránként megdizájnolta volna és megcsinálta volna. Olaszország azért már nem ennyire rendezett, tehát itt azért az ösvények nem ennyire rendezettek.
Úgyhogy jó pofák, ez érdekesek nagyon ezek a különbségek. Állé, állé, állé! Hú-hú! Hogy fölgyorsult a bringás. Állé, állé! Na mi folyik itt, mekkora anarchia van? Bringa anarchia. Bringa anarchia. Welcome, welcome to this live feed. It's Passo dello Stelvio from Italy, from the Alps. You have a chance now to check the weather, the traffic. You have a chance now to check the weather, the traffic. And quite a few BMW GS like this one. It's the most popular bike on this half of the planet. Jók ezek a színes kerekek. Quite busy today. Started quite late, around 11 o'clock. I had a very busy morning. I was unable to come up earlier. But I thought that this won't be this busy today because it looked quite bad. Allez, allez, allez! Looked quite bad in a valley where I live. Look really dark and cloudy, gray, dark clouds. Egész komoly. Tényleg mennyien vannak, állé, állé, állé! Ez nem volt annyira lelkes állézás. Én nem sikerül olyan jól. És ha megakad a live, nem nálad van a hiba, az itt van a hiba, hát néznek, hogy hol ülök. Kés csoda, hogy van egyáltalán bármi térerő. Illetve azért nem lenne annyira nagy csoda, ha lenne. De itt mégis az. Tegnap már ráadásul csipogott a telefonom is, hogy elhasználtam az EU-n belüli felhasználható adatforgalmam 80%-át. Egy csoda. Nem csoda. Itt egyik nap volt egy 4 órás live. Tegnap előtt is egy 2,5 órás live, úgyhogy ma nem is fogom annyira bőllére engedni, mert lehet venni. Nyilván, hogyha kell, akkor majd veszek plusz adatforgalmat. Negyedikén van a fordulónap, az holnap után van. Biztos ilyen térerő mellett kicsit lassabban jönnek át a kommentek. Igyekszem azért időnként beletekerni, főleg olyankor, amikor nem fotózom, amikor nem kattog a gép, akkor tudom nézegetni a kommenteket, úgyhogy ha kérdésetek van, akkor érdemes akkorra időzíteni. Őrült a motoros, hogy le lett fényképezve. Szia, ez hol van? Érkezett a kérdés. Passo dello Stelvion vagyok, Olaszországban. Olasz-svájci határ.
ez a Prától, a 10-es kanyar, én 2500 méter magasan vagyok, de a passz az 2758 méteren keresztezi a hegygerincet. Ez így Európa legmagasabb aszfaltozott hágóútja. És tényleg minden nap van valami újdonság. Most például az Őzike veszélytábla az újdonság. Nem tudom, inkább valami hegyi kecske lehet itt ez, ami itt fölmegy. Azt valahogy nem látom itt magam előtt, hogy mondjuk ott a falnál, ott hogy ugrálnak föl az őzikék, de lehet, hogy majd most fognak itt elvonulni. Én még minden esetre egyet se láttam, de ha napközben jönnek, amikor itt vagyok, akkor garant, hogy le fogom őket fotózni, hogy ugrándoznak át, itt a falon. Az a hegy egyébként, ami ott szemben van, az az Ortler, az itt a legmagasabb csúcs, az 3906 méter magas, és akkor azon is van egy gleccser, és itt mellette meg van még, hát nem tudom, hogy ezt hogy számolják, mennyire egy vagy kettő. Állé, állé, állé! Minden esetre vagy két gleccser is még látszik mellette. Errefele jártok, akkor az egyes kanyarnak a parkolójában érdemes megállni, mert szerintem onnan a legszebb a rálátás, onnan jól látszódnak a gleccserek. A csúcsról onnan már kevésbé, ahol a zsibvásár van, meg a kisboltok, meg a brátfürstös. És hogyha brátfürstöt tesztek, akkor én az Ernst brátfürstöt ajánlom fönt. Egyrészt már iszonyú jó fej a srác, meg nagyon jó a brátfürst. Ugye a brátfürst az ilyen fehér színű virsli, mindenféle állatból van. Disznó, szarvas talán, nem is tudom, én mindig disznót teszem. Disznós virslit. Allé, allé, allé! Meg ő egy biztos pont, neki van szerintem a legjobb ilyen izélyek is kocsia, úgyhogy kinyitott, de tegnap is néztem a webkamerán, amikor aztán tényleg tök ítéletidő volt fönt, és hát az egész csúcson talán 3-4 motoros, ő akkor is nyitva volt egy jó darabig, úgyhogy ő egy biztos pontot nagyjából mire felér az ember, addigra úgyis megérzik. Én sajnos ritkán tudok nála megállni, de állé, állé, állé! De minden reggel szagolgatom a brátfürstnek az illatát, meg délután is, amikor megyek haza. Kicsit köhögött ez a motor. Kint a forgalmi szabályozás mennyire szigorú, mire gondolsz már, melyik részére? Ő is elég turistának nézett ki, szerintem megy föl, mert biztos a férje cangázik, lengyel rendszámos. Bringás üzé volt a hátulján logó. Na fogalmazd újra, Benni, és akkor meg fogom érteni. Na, itt jön egy Porsche. Beszéljél. Lábazos GS, vagy nem tudom, mi volt az. Mert ott Santa Mariában, ugye, amit már sokszor beszéltem róla, meg mutogattam is a TikTok csatornám, szerepel több videóban is, ott tök nagy sor alakult ki. Állé, állé, állé! A
busz, ahogy át akart menni azon a nagyon szűk részen, ahol csak egy autó fér át, ott várják ide-oda forgalmat, és nem tudom, vagy 30 autó állt már a busz mögött. De én motorral voltam, úgyhogy szépen kettővel elgurultam mellettük. És a rendőr ott valamit próbált ott irányítani, de teljesen más egy autót, hogy kiparkoljon a parkolóból. És akkor rám kiabált a rendőr, miközben gurultam el a kocsik mellett, nem értem, hogy miért. Sajnáltam, hogy nem állított meg, mert megkérdeztem volna, hogy mi a baja. Én úgy megelőzését lámpánál, vagy dugóban, vagy határon, ez szerintem Svájc sem kivétel, de legalább kiderült volna, ha igen, néztem rá vissza. Hogy integette vagy valami, de csak rám förmett. Ezt én gondoltam tovább. Megállítani már nem akart. Egy jó kis vas, a 701-es Husqvarna. Kocsinak, motornak mennyire szigorú, hogy adják ki a forgalmi engedélyt? Szerintem messze nem olyan szigorú, mint otthon, de nem tudom. De az biztos, hogy itt látok nagyon furcsa járműveket időnként. Közben kis entertainment ott, hogy így megy le ez az izé. Le lehetne csimpaszkodni. Allé, allé, allé! Fölhúzatni magad vele. Szerintem egyébként ez nagyjából Magyarországon a legszigorúbb, mert... Ez a szabályzás. Azt hiszem, hogy talán cserendszámosak, ugye azok talán Java motorok voltak? Hogy is hívták ezeket máshogy? A bőregér az csak a beceneve ennek. Elő két kereke van, hátul ugye oda van beszerelve egy az egyben egy motor, úgyhogy hátulról úgy néz ki, mint a motor lenne, csak így le van burkolva. Jó látvány volt. Ez új negatív rekord, hogy most csak hatan nézzük, vagy nézitek a történéseket, de hát értető, azért hétköznap van. Meg lehet, hogy a live is ma még döcögősebb, azért az sose segít ezeknek a dolgoknak. Hát az a, igen, Benni, mindjárt felolvasom, hogy amit írsz, hogy értelmes legyen, hogy a reakcióm rá. Nagyon furán szigorú ismerős, 30 plusz éves kocsi, a teljesen rohadt szét, stb. És mégis megkapta. Sokkal jobb állapotúakat időnként visszadobnak. Hát ezt, ahogy szokták mondani, mindent is le lehet vizsgáztatni. Ez csak megfelelő ismerettség, meg pénz kérdése. Pont ez a probléma vele, hogy ez így viszont értelmetlen. Tehát, hogyha az lenne, hogy tényleg útra szigorúan és semmi olyan nem megy át a vizsgálni, ami egy kicsit is veszélyes, akkor az megint egyfajta értelmezhető hozzáállás. De amíg így el lehet intézni ezt okosba, meg le lehet vizsgáztatni, addig meg értelmetlen. Hát én a Lada Nivára nem kevés pénzt locsoltam rá, hogy olyan legyen, amilyen.
meg van emelve pár centit, meg mit tudom, szervókormány van benne, gyári szervókormány ráadásul. Most ezek mind olyan változtatások, amik már mind azt jelentik, hogy ez vizsgán bukta. Hogyha ráteszel egy kicsit nagyobb kereket, amitől nem lesz rosszabb az autó, az is bukta. Rátennék például a tárcsafékeket hátra is, mert van ilyen upgrade is hozzá, az is bukta lenne rögtön. Tehát igazából ráköltetsz egy csomó pénzt olyan dolgokra, hogy jobb lesz tőle a kocsi, vagy jobb lesz tőle a motor, azt nem bírod levizsgáztatni emiatt. Ha újra kezdeném, egyébként egy forintot nem költenék most már ezekre a dolgokra, azt is azért hozzáteszem, mert ez így ultra nagy szívás, hogy ráköltesz valamire, hogy jobb legyen, és akkor utána meg csak megszívod. Van-e kedvenc motorod? Jön a kérdés. Nagyon sok kedvenc motorom van. Nem tudom most miért választanék, hogyha most azt mondaná valaki, hogy jó, akkor tegyük félre azt, hogy mennyibe kerül a motor. Csak válasszak egyet, és akkor ez lesz onnantól kezdve az én motorom. Fogalmam sincs, mit választanék. Hadd gondolkozzam rajta egy picit. Allé, allé, allé! Lehet, hogy egy Ducati Desert X-et, mert most annyira tetszenek ezek, amit itt elég sokat látok. De csak akkor megtarthatom mellette a mostani motoromat is, mert azért szerintem egy olyan Desert X-en az utassal együtt nem annyira kényelmes. Afrika Twin 1100 Adventure. Benita, azt választanád? Az is egy jó választás. Nagyon sok ilyen jó kis kisebb fajta Adventure gép jött ki. Nekem nagyon tetszik az új Transalp is, nagyon tetszik a V-Strom is, a 850-es pláne. Az Desert X is ez a kategória, de az egyik nagy-nagy kedvencem az a Tenere 700-as. Azt is elfogadnám, de hát az se arra van, hogy utassa, túrázgassa vele. Allé, allé, allé! De amúgy, ha hozzám csapnának egy GS-t, akkor hát lehet, hogy nem lognék ki a tömegből, de azért egy GS 1250-es is jó pofa, de egy 850-es GS is jó pofa. Hát én inkább ilyen hosszú távú túrázós, meg az enduros hátterem miatt egy nyilván az adventure gépekre hajaznék jobban, bár ugye fura módon az F800 GTM, ami most van, az annak semmi köze nincs az adventure motorokhoz, de ez egy racionális döntés volt néhány éve, amikor megvettem. Nagyon-nagyon kevés kilométerrel árulták, tök jó áron volt. Úgyhogy ebbe úgy beleugrottam. Nem bántam meg, mert nagyon szeretem, hozzáteszem. Erre a célra, amire én most használom, erre nagyon tökéletes. Mit jelent az allé, allé, allé? Ez egy ilyen nemzetközi
Allé, allé, allé! Buongiorno! Ez egy ilyen nemzetközi... Ez is jó, ez a régi Afrika Twin. Nézem, hogy kinéz nagyon. De motorosok mindig nagyon néznek. Szóval ez egy ilyen nagyon nemzetközi, hogy állé, 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 és erre sok bringás annyit szokott csak válaszolni, hogy visszanyomnak egy állét, hogy állé, 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 és akkor ők is mondják, hogy állé közben, hogy elmentek a felhők az Ortler felől. És azért csinálom egyébként egy kis szakmai trükk, mert arra ide vigyorognak, ide mosolyognak a bringások, rám néznek, talán megjegyzik, hogy na ez milyen jó fej volt, hogy drukkolt. Én nem hiszem, hogy a konkurencia drukkolna, soha nem láttam még. Na nézzük a busz hátulját, hozzáére. Ez most egész messze volt, legalább volt egy 5 centi az aszfaltig. Afrika Twint kaptak a magyar mentősök. Ez érdekes. Megijön a... Mondanám, hogy így könnyű betonozni, amiért nem viszik föl hátizsákba. Nagyon durva, hogy azokat a csöveket itt a szikla oldalba bebetonozzák a hegybe. Buongiorno! Allé, allé, allé! Ezt a táblát tesztem, hogy eddig se szerettem, ami itt van. Most már, hogy így kettő van, ezt már kifejezetten utálom, de még mindig mennyivel szebb tábla, mint a motorosokat tiltó. Allé, allé, allé! Nekünk például franciák voltak, nekik ez teli találat volt. Esek menni erre a mentő motorokra, hogy biztos beszámolt róla valaki, hogy hogy néznek ki. Sokkal több célú motor egy ilyen nagy adventure gép, az biztos. Tavasszal voltam egy ilyen rendőr motoros, hogy hívták, hosszú távú motoros tréning, vagy valami ilyesmi volt. Egy napig ment a motorozás, 650 kilométer volt a teljesítendő távolság, vagy valami hasonló, és akkor ott nagyon sokat mentem a motoros rendőrök mögött együtt velük. Akkor nekem pont szervizbe volt a motorom, és akkor kaptam a Suzuki Magyarországtól egy V-Strom 650-est, amiért még előtte nem is vezettem, tehát tök érdekes volt kipróbálni. Akkor még nem tudtak adni 1001-est, 850-es meg még szerintem nem is volt akkor náluk, mert az 1001-esek még bejáratósok voltak. Állé, állé, állé! Úgyhogy ezért vihettem a 650-es, de nem bántam, mert legalább azt is kipróbáltam. Az 1001-es meg majd kipróbálom valamikor máskor. És hát a bükkben, ezekben a kanyarokban azért
azért nagyon lehetett szorongatni a motoros rendőröket azokkal a hatalmas RT-kkel, a kis 650-essel. Aztán persze oda meg vissza az autópályán, meg nekem kellett úgy kapaszt, visszafele fel is adtam, visszafele nem húztam velük a gázt, mert olyan értelmetlennek láttam már a... Allé, allé, allé! A száguldást. Pláne odafele meg még ilyen kék villogóval zárt menedve mentek, és akkor úgy mehettem velük én is a sorban. Kellett kapaszkodni. Közben meg volt olyan motoros rendőr, amelyik 160-nál elektromos cigizett. Közben én a 650-es vésztromon az életemért küzdöttem kávé. De 160-nál az már azért iszál, meg mindent csinál autópályán. De hát nagyon jól persze, úgy elindulnak az RT-k, meg nem tudom, tehát amikor egyenes van, meg városon belül biztos jó pofa, meg azért van egy kiállása az RT-knek, tehát azért jól néznek ki azok a vasak, nagyon elegánsan lehet rajtuk motorozni, mindenkinek leér róla a lába. Ezeknél magas adventure motoroknál azért ott allé, allé, allé! Ott azért sok probléma lenne abból, hogy nem minden rendőr 185 meg 190 centi, hogy simán leérjen a lábuk. Egy RT az meg jóval alacsonyabb ülésmagasság van. Allé, allé, allé! Az első bringásnak már nem volt ereje ide vigyorogni. Nagyon akadozik egyébként az adás ma, vagy milyen? Hogy itt a reggeli akadozások után azért most valamennyire bírja. Közben powerbankot rá kell dugnom a telefonomra. Nem gondoltam volna, hogy ennyire szép lesz az idő. Jól fordul a mérete ellenére az RT. Az RT-nek nagyon alacsonyan van a súlypontja, hogy ez a két oldalra kiálló hatalmas köpcentis henger. Allé, allé, allé! Ez azért sokat segít a fordulékonyságában, meg hát a motoros rendőreink is azért eléggé ügyesen motoroznak. Én nagyon-nagyon élveztem velük az együtt motorozást, az minden idők egyik túrája volt nekem. Úgyhogy innen is nagyon köszönöm a meghívást arra, tök jó élmény volt. És a motoros rendőrök is pontosan ugyanolyanok, mint bármilyen motoros, mikor megállunk a parkolóban, akkor mindegyik nyomja a rizsát, hogy és az milyen volt ott, amikor ott ledöntöttem, és amikor ott az... Úgyhogy ugyanez a motoros duma megy. Nél menne. A barátok között dumálgatunk. Viszonylag tűrhető. Most jött át ez a
kommented, úgyhogy azért ebből tudok arra következtetni, hogy jó lassan közlekednek a kommentek, meg az én hangom, meg képem is sokára ér oda. Hát azért ott még van azért még aggodalomra való ok ott a felhők tekintetében. Már nem is takartam le a motoromat. Szokásos molinóval, mert már annyira nem süt a nap, hogy majd a Gábi is, amikor leparkoltam, annyira nem sütött. Meg akkor voltak itt pont az útkarbantartók, akkor szerelték föl a őzike veszély táblát. Hát tényleg itt milyen őzike megy föl, vagy hol? Érdekes. Egyikecske veszély. Allé! Kicsit merevedve valami gomba gépemem. Újraindítottam a gépet, legalább továbbra is. Így jó, most jó, meggyógyult. Jól néz ki, és főleg egyébként, amióta, hát ez nyilván ízlés kérdése, hogy ez van, akinek bejönnek a matricák rajta, van, akinek nem. Én azért tettem rá, hogy egyrészt különlegesebben nézzen ki, meg felismerhetően nézzen ki, mert messziről tudják, hogy ez egy kanyarfotós motor, és ez működik is. Meg nagyon látható így. Én ebben hiszek, a láthatóságban, nem a hangos kipufogóban. Az emberi szám is ezeket a fekete motorokat, ezeket a fekete motorokat, meg fekete cuccba felöltözött motorosokat. Úgyhogy én ezért szerettem, hogy minél színesebb, minél feltűnőbb legyen a motor. Ráadásul tökre működik, mert hát egy kicsit ilyen izének néz ki, nem tudom, mint egy ilyen valami privát mentő motor, vagy valami ilyesmi, és úgy lehúzódnak előle az autósok. Meglátnak a tükörben, nem bírják elolvasni, mi van ráírva az elejére, mert rá van írva a plexire, hogy kanyarfotó, csak azt hiszi. Hogy valami szerv. Aztán engednek is. Szia mindenkinek, aki most jön be a live-ba, vagy most csatlakozott nemrég. Nagyon kevesen vagyunk benne, de nem baj, mert így legalább jó a hangulat. A Paso dello Stelvioról láttok live-ot Olaszországból. Milyen idő van otthon? Meleg van, mert itt azért... Allé! Itt azért a meleget azt... Jújúj, milyen érdekes helyen szambázott a Goldwing. Nagyon-nagyon lassan jönnek át a kommentek, tehát készüljetek föl arra, a Benny-nél ezt le tudtuk mérni most az előbb, hogy megkérdeztem, hogy milyen az adás, és jó sokára jött meg rá a válasz, pedig szerintem megírta rögtön, és például most jött csak át az, hogy hát nem az, hogy az RT tengelytávja, az például ebben a pillanatban jött meg ez a komment. Úgyhogy tényleg brutál a suma a net, azért is döcög a live. De ez ne vegye senkinek a kedvét, attól még láttok itt érdekességet gazdagon. Most
megint felhangosodott, igen, így ezt. Így. Újraindítottam a gépemet, nem vettem észre, hogy nem a silent módban van az expo, úgyhogy csörgött-zörgött. Hát az biztos meglepő lehet annak, aki először látja a live-ot, hogy az ott az, az Ortler, az havas, tehát egy olyan live-ot tudtok nézni, ahol itt hozzá már nagyon közel komoly hidegek vannak. A hétre egyébként, a hét többi napjára mondtak még havat is éjszakára, és... péntek, szombat, vasárnap éjszaka -fokok lesznek itt, de nem is kevés, -4-ek meg ilyenek, és napközben is csak 6 fokot mondanak a csúcsra, hát majd kiderül. Mi lesz, azt minden esetre bírnám, ha egy kicsit esne a hó, és ott ezeket a hegygerinceket hátul egy kicsit megfestené. Megint megy föl a fütyő. A bringás is megdöbbenve nézi, hogy mi folyik itt. Most jött át ez a Goldwingos tengely távméret. Igen, érdekes, hogy az RTE mennyivel rövidebb. Én se gondoltam volna. Jó pofa adat. Hát így, amikor ennyire közel jöttök. Amikor ennyire közel jönnek egymáshoz, akkor nehéz mindegyiket körbelőni. Umbriel Passon utolértem, hát 4 motorost is utolértem, de 2 az olyan volt, hogy kanyarban mind a csiga, és akkor, hogy kiment az egyenesbe, ott meghúzta neki, a tükörbe egyszer se nézett, hogy mert akkor látta volna, hogy ott vagyok a sarkában, és elengedett volna. Úgyhogy itt is van bőven olyan motoros, azért, akinek... lehetne még bőven gazdagon jó tanácsokat adni. Az egyik ilyen jó tanácsom az az lenne, hogy azért érdemes nézni a tükröket folyamatosan. Közben megy a selfie teraszon a nagy élet. Look at this from Sweden. They were happy about the photographer sitting in a curve. You are watching Passo dello Stelvio live. This is probably the best thing even to ale 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 to check the weather. And I can tell you that the weather is getting better and better. I don't know how long it will last though, because it's dark there. But this is what my colleague Chubby said, who is photographing on the other side, that it's gonna pass us. It's just, we will see the edge of the cloud. But it's not going to rain here today. Well, we'll see. Buongiorno, ali ali ali!
bátran lehet kérdezni azoknak, akik nem láttak még ilyen live-ot, hogy mi történik itt? Mi folyik ott a Passo dello Stelvion Olaszországban? Lassan jönnek át a kommentek, mert gyenge itt a térerő. Harmad gyenge, úgy is mondhatnám. Nekem hogy a 700-as tenere tetszik, mert 700-as tenere az egy nagyon sokoldalú gép, és nagyon komoly off-road képességei vannak. Ennek volt ilyen fütyülős a turbója. Úgyhogy nekem az azért jön be, viszonylag még a könnyebb kategóriába tartozik. Klasszikus enduro kerék mérete van, meg lehet rátenni rendes bütykös gumit. Be lehet vinni vadabb helyekre, nagyon keskeny, az is tetszik benne. Jó, na ezért nem kell feltétlen integetni. Pláne nem ilyen kanyarokban. Meg amióta vezettem a 650-es V-Stromot, amióta vezettem a 650-es V-Stromot, azóta arra is rájöttem, hogy nem feltétlen kell nekem több power, mert az csak könnyelműségekre csábít. A 650-es is egyébként bőven elég volt, utassal azért nem lenne elég egy ilyen helyen, mert úgy nem lenne elég, hogy úgy vezessek, ahogy én szeretem, mert nem bírna kilőni, ezzel például már másik motorost lenyomni nehéz lenne. Felne egy olyat, amelyik húzza egyenesben. Hát ők kapnak egy sorozatot. Hát ha. Szia, Botond! Látod, a te beköszönésed is csak most. Szia, Botond! Látod, a te beköszönésed is csak most ért át, vagy most vettem észre. Te beköszönésed is csak most ért át, vagy most vettem észre. Nekem ilyen közepes ADV-vel KTM 890 R, igen, hát igen. Az természetes, hogy az nagyon bejövős, a 890-es. Zoli kollégának 790-es R-je van. Imádja. Szívesen cserél. Csoda izmok. Annak a karján. Kemény. Ali! Hát nehéz egyébként eldönteni időnként, hogy ki milyen idős, hány éves. Azért a bringások azok általában jó formában vannak idősebb korukban is, a hatalmas napszemegük van meg. Tehát az arcát azt úgy nehezen veszed ki. De talán nem is érdekes, hogy ki hány éves. Ez azért komolyan nézett ki ez a kis ajudi. Nézek kommenteket is. Egy
bírod benni, hogy neked is jó lenne egy 500-as, csak nincs olyan, ami 5. Tehát egy, igen, olyan nincsen, ami, amivel mondjuk el tudná menni túrázni, mert mondjuk egy 500-as EXC, az nem túr, nem hosszú távú túrázásra van kitalálva. Ilyen páros nagyon sok van, aki hagyományos bringával teker föl a Sajnálom, fiúk, lányok, hogyha nagyokat ugrik, nyilván ezért is vagyunk most ilyen kevesen a live-ban, mert ugrándozik össze-vissza. Kiveszem a csúszkócsot a motoromból, és akkor legyaloglok oda egy kicsit alulra. Most elment mindenki a selfie teraszról. Ezt a motort megvárom, ami jön. Kettőt. Hármat. Négyet. És akkor hát, ha onnan jobb lesz, lehet, hogy neked a 690-es lenne való, nem, Benni? Mert az egyhengeres azért az bír rázni szépen. Hogyha hosszút mész vele, akkor elzsibad tőle a kezed, lábad. Hú, de hülye helyen vagyok, most nem baj. Azért sétálok ide, hogy egyrészt megmutassam a kilátásban, lehet, hogy most csak olyanok vagyunk itt együtt a live-ban, akik ezt már betéve ismerik. Allé, allé, allé! Olyan hangja volt, mint egy izének, vitorlás hajónak. Allez, allez, allez! Go for it! Gyanúsan gyorsan jön az elektromos szerintem, igen. Van, hogy jobb is a térerő, úgyhogy ezért is jövök át. Onnan látszik, hogy onnan jön a felvonó kötele. És értem, az hogy van. Lefotózom, aztán majd megvizsgálgatom. 1, 2, 3, 4, 5 motoros jön. Meg jó néhány bringás. Amúgy te mit dolgozol, hogy folyton ott vagy? Hello, ez nem a transfogaras, nem?
ez a Passo dello Stelvio Olaszországban. És a Hello, te mit dolgozol, hogy folyton ott vagy kérdésre, pedig hát ezt dolgozom, amit itt látsz. Autósokról, motorosokról, vingásokról készítek fotókat a kanyarfotó számára. Amit ők aztán meg tudnak vásárolni. A weboldalunkon keresztül látod is a molinókat itt a kanyarban, ahol ülök. Rendőr. Hú, de miért most jön mindenki, amikor már majdnem visszaértem a helyemre? De király! Régi Opel Kadett. Régi Opel Corsa oda néz, kimerevítve. Ez azért menő. Rendőr meg úgy bámult, hogy nagyon. Türelmesek legyetek, a kommentet írtok, mert lassan érnek át a kommentek a gyenge térerő miatt. Pár perc beletelik, mire itt megjelenik nálam. Sokan hiszik azt, Linda, hogy ez a transzfogaras, ne aggódjál, nem te voltál az első. Lehet tényleg így a kameraképén keresztül olyasmi, de élőben már nem. Igen, Benni, ezt a 390-es KTM-et, ezt már dumáltuk, az egy tök jó választás. Allé, allé, allé! Hogy találtad ki, hogy ide kell menni fotózni anno 7 éve? Nagyon megtisztelő, hogy tudod, hogy ezt már 7 éve csináljuk itt. Hát a két leglegendásabb hága utat akartuk ilyen szempontból bevenni, a Grossglocknert és ezt. Ezen a kettőn van a legnagyobb forgalom, ez egy elektromos kis izé volt motor. Szóval ezen a kettőn van a legnagyobb forgalom. Én itt voltam 20 éves koromban többször is snowboardozni, úgyhogy akkor már ledöbbentett, hogy ez micsoda egy hely. Meg akkor már láttam, hogy mekkora forgalom van rajta, bár akkor még ebben a fotózásban azért nem gondolkodtam, az nagyon rég volt ehhez. És akkor 7 éve egy-egy ilyen hétvégére jöttünk ki, Grossglocknerre is, ide is. Grossglockner is marha jó volt, de hát ez egy magánút, ott magán. És mint magánút úgy gondolták, hogy akkor onnan minket el lehet zavarni, úgyhogy onnan minket el is zavartak. Kizárásos alapon maradt egy, és akkor csatlakozott a kanyarfotó csapatához Csabi kollégám, ő is most már nagyon durva, most már első évben még nem volt kint, de második évben már ő kint volt, tehát most már 6 éve csatlakozott, és akkor ő ezt rögtön bevállalta, hogy akkor ezt a helyet ő szeretné csinálni, megérezte benne a jó lehetőséget. Mi ez egy Maserati? Magyar Maserati. Kijött Magyarországról ide a pénz.
Jó kis Maserati volt. Jön egy átszázott Merci, 2. Nem rájuk fókuszálok, mert a bringások azok nekem sokkal nagyobb bizniszt jelentenek, mint az átszázott Verdák. Ez nem is átszázott, ez a második, ez csak követi az átszázott Mercit. Úgyhogy ezért, így van ez, ezért jött a Stelvio Pass. Maradt ez. Igazából a Grossglockner sem engedtem még el azért teljesen, mert ott is nagyon izgalmas a forgalom. Nagyon sok szuper Verda mászkál arra is. Elé, elé, elé! És akkor arra a kérdésre is hagyj válaszoljak, hogy mit melózol, hogy mindig ott vagy. A kanyarfotó.com ezt csinálja Európa szerte, hogy élményfotókat készít a szebbnél szebb útvonalak mentén. Például ilyen kocsikról, meg motorokról, meg bringásokról, és akkor ezt ők meg tudják vásárolni a honlapunkon keresztül. Nem titok, hogy egy nagy felbontású digitális fotót tudják vásárolni a honlapunkon keresztül. Nem titok, hogy egy nagy felbontású digitális fotó az 10,5 euró. Meg lehet rendelni nyomtatva mindenféle formátumban. Meg lehet hozzá rendelni még digitális extrákat, nagyon sokan kérnek hozzá úgynevezett fototuningot, amivel tényleg tökéletesre beleszállítva a fotó mindenféle szempontból, színek, fények, kompozíció szempontjából is meg lesznek egy kicsit igazítva. Lehet retusálást kérni, hogyha motoros vagy, és mögötted jön egy bringás, és egyszer nem akarod, hogy mögötted legyen a bringás, akkor azzal az opcióval el fogjuk tüntetni mögőled a bringást. Nekem azért kicsit könnyebb azt megtenni, mondjuk házilag neked, bár most már egyre ügyesebbek az AI cuccok is, de ugye nekem sokfajta fotón van, így ki tudok venni például üres hátteret abból a részből, és így hibátlanul ki lehet szedni a bringást mondjuk a képből, vagy fordítva a bringásnak a motorost. De olyan is sokszor van, hogy egy autó mögül kilóg egy fej, vagy valami. Allé, allé, allé! Allé, allé! Kis valami a háromkerekűre gondolsz? Köszönöm szépen, Zsolt, hogy követed az adásokat. Akkor ezek szerint még sincsen olyan nagy baj a magyarommal, mert hogy amit kitettem videót most egy tegnap, azt hiszem talán tegnap előtt úgy összemosódnak bennem gyerekek időnként a napok, hogy nagyon. Szóval itt kitettem TikTokra videót, ahogy beszélek arról, hogy itt nem őrülnek meg az emberek, azért nincsen annyi rendőr. De ezt képest már itt elment egy rendőr live-ba, azért ez is ritka, hogy ilyet lássunk, meg ahogy mondtam, hogy nem örülnek meg az emberek, hogy ott egy kerekezik egy szupermotóval egy srác, abban a minutomban, ahogy befejeztem ezt a mondatot, és azt mertem mondani, hogy kikapta Willire, és tudom én, 10-11 komment közül ez.
hogy még pár nap is elfelejtek magyarul ebben a kanyarban. Meg hogy miért nem beszélek normálisan magyarul. Én mindig azt hittem, hogy azért elég jól beszélek magyarul. De hát az internet tele van nyelvész professzorokkal is, úgyhogy nincs mint csodálkozni. Hát meg nem mondom, Menni, hogy ez mi volt az a három kerekű gép. Hogy milyen gyártmányú volt. Nagyon sokfajta gyártónak van már ilyen motorja. Szerintem ez például nagyon jó. Megoldás azoknak, akik már, vagy akik úgy általában bizonytalanabbak az egyensúlyozási képességeikbe. De például mondjuk apukámnak el tudnám képzelni azt abszolút, mert ő most már azért nem motorozik, mert hogy időnként szédül, és akkor így szédülősen nem akar már motorra ülni. Egyébként pont ma érkeznek ki a szüleim ide, úgyhogy majd tuti fölhozom ide apukámat a motorommal egy kicsit rémisztegetni. Allé, allé, allé! Szóval szerintem azért motorosként mondhatok ilyet, hogy visszatérve a nyelvészkedésre, hogy kikapta Willire. Azért ezt a motorosok úgy szokták általában érteni, vagy ha nem, akkor most legfeljebb tanultak valamit. Kitartást annak, aki kommentet írt, lassan jönnek át a kommentek. Állé, 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 állé! A gyenge térerő miatt, meg ezért állhat meg néha a live is nálatok otthon. De legalább a ti kezetek nem fázik közben, mert most olyan hideg lett, hogy hiába van rajtam kesztyű, megdermednek az ujjaim. Egyébként nekem nem magyar feleségem van, tehát én a hétköznapjaimat egyáltalán nem magyarul élem. Én akkor beszélek magyarul, amikor a barátaimmal dumálok, vagy hozzátok beszélek, vagy a gyerekeimhez beszélek. Csak hogy egy kis, most úgyis olyan kevesen vagyunk, hogy egy kis háttérinfót azért veled. Micsoda csend lett. Zsolt például most jött át ebben a pillanatban az a kommentet, hogy attól még megy. Úgyhogy mondhatjuk azt, hogy nem segít az interaktivitásban az internet sebessége, mert hiába reagáltok gyorsan egy-egy kommentben arra, amit mondok, vagy tesztek föl kérdést, hogyha itt tényleg percek telnek el, akkor az úgy mindenkinek nehéz feladat. Én közben itt elkezdek gyerekek jobban beöltözni, mert most már kapucnit is fölrakom, mert ide fagyok a székhez lassan. Állé, állé, állé! Elektromos brinyó. Ez talán olyan bringa volt, amire egy utólag van rá fabrikálva. Mindjárt ezt megnézem, most van időm megnézni. Utólag van rá. Utólag van ráfabrikálva az elektromotornak.
Ali, ali, ali! Ugye azt is kiabálhatnám nekik, hogy itt vagyok, fotós, csináltam rólatok képeket. De a buzdítás az valószínű jobb. És akkor talán megjegyzik, hogy ott volt egy fotós. Ó, a bringást elszalasztottam. Nem beszélek sajnos olyan sok nyelven, mint ahány nyelven szeretnék. Igazából kettő az, amit úgy rendszeresen használok. De nagyon szeretnék németül még beszélni, olaszul, visszahozni azt, ami volt a gimis évek alatt. Allez, allez, allez! Ez úgy nagyjából az egész csapatunkra jellemző, hogy két nyelvet minimum mindenki. Mindenki beszél. Nem, mint hogyha ez feltétele lenne, de hát azért így külföldön ez nehéz sztori amúgy. Hogyha csak magyarul beszélnék, akkor azért ez így is izgalmas egyébként, mert főleg Svájcban, tehát egy egyszerű bevásárlásnál is a boltos, iszonyú jó fej, a boltos, ahova mindig járunk, a Denner nevű kisbolt, vagy nem is a kisbolt, olyasmi, mint otthon a Coop. Csak svájciba, és akkor mindig magyaráz valamit a boltos. Hát lehet, hogy ő a tulaj is, mert nem tudom, ez eléggé úgy néz ki, mint hogyha ilyen családi üzemeltetésben lenne az a bolt. De valahogy így megértjük egymást. Én beszélek neki angolul, ő beszél nekem németül, aztán van, hogy átváltunk olaszra. Olaszul azért még mindig megy egy pár szó makogásból. És akkor ugye elszórakozunk ezzel a bevásárlással. Hát ebből az autóból megintegettek. És az van, hogy egyébként, hogy nem sokára elindul az a része a napnak, amikor most az amúgy se túl erős szerdai forgalom az még tovább gyengül, bár én azért azoknak a helyében, akik itt vannak a környéken, ezt a mai napot kihasználnám, mert még holnapra mondanak valamennyire normálisabb időt, és aztán utána horror időjárást jósolnak, ami persze még százszor megváltozhat, mire eljutunk holnap utánig, meg pláne hétvégéig, mert időnként pár órával előre se tudják megmondani, hogy most akkor fog esni itt az eső, vagy nem fog esni az eső. De valahogy ezek a felhők olyan nagyon furák, most olyan ilyen felhőket nem nagyon szoktam látni, olyan meg hogy ilyen hideg is van, ami most van. Allé, allé, allé! Nagyon aranyosak, ahogy elmosolyogják magukat. Na, csak sikerült kidadognom. Annó itt nem forgattak James Bond filmet, kérdezett Zsolt. Fogalmam sincs.
De majd rákeresek egyébként, mert ez egy érdekes topik, hogy milyen filmekben tűnt fel a Stelvio Pass. Elé, elé, elé! Na, ilyenkor lehet retusálást kérni, akkor ott áll a háttérben egy pacák. Szóval rákeresek erre majd, hogy milyen filmet forgattak itt, és aztán majd elmesélem valamelyik live-ban, hogy mit találtam. Csináljuk azt mondjuk, hogy olyan egyig megy a live, ha csak közben valami... Megbeszélték gyorsan ezt egymással. Csináljuk azt, hogy... De már megint elkezdtem pontani, hogy addig nem történik semmi érdekes, az rögtön történt, hogy jó, nem volt annyira nagy... Nem sokat csinálni, mert jönnek ki a szüleim, meg jön ki a nagyfiam is ma, úgyhogy otthon akarok lenni, amikor megérkeznek. Érkeznek. Szerintem esni nem fog most már, vagy csak később. Csak a bringa kattogása töri meg a csendet. Igen, ott is van. Elé, elé, elé! Meg az én elézásom. És ott a háttérben megint látjátok azt, ami nekem itt a egyik legjobban bejövős ilyen vizuális effektus, ahogy a felhők árnyéka bozog a hegyen. Egyrészt, hogy gyorsan halad, meg másrészt amiatt, hogy ennyire közel van itt a hegycsúcsokhoz a felhő, ezért nagyon kontrasztos a széle. És itt előttem is az úton időnként annyira jó, hogy mit tudom én, a csíkig árnyékban van, utána meg napsütötte, vagy fordítva. Ezek nagyon érdekes látványt teremtenek a képeken. Mint valami edző úgy a lézol. Hát igen, én vagyok itt nekik a fotós edző. Hú, alé, alé! Na ez most inkább mint egy rajongó a lézás olyan volt. Én látom az arcukat a keresőn keresztül, és kicsit az ő reakciójukra is reagálok, például az elézással, vagy hogy milyen elézást nyomok, vagy hogy elézok-e egyáltalán, meg látom, hogy melyik hallgat zenét, meg ilyenek, mert annak kár kiabálni, akinek be van dugva a füle. Meg azért arra is jó, hogy én azért ízig-vérig motorosnak tartom magam mindenféle fajta szempontból, és mégse esik le a gyűrű a kezemről, hogy buzdítok egy biciklist. Úgyhogy remélhetőleg ennek is van némi üzenetértéke. Itt egy ilyen fordított keresztezés volt, ő nagyon szűkre vette azt a kanyart, teljesen értelmetlen olyan szűkre venni. Autóval se úgy kell bekanyarodni.
ő már jobban csinálja kicsit. Jó felség tőled írod. Hát igen, remélem, hogy tényleg másoknak is ez jön le. Azért mindig csodálattal nézem, hogy tudják egymást utálni motorosok meg bringások, mert ugyanazt szeretik csinálni az úton. A bringás is imád lejtőzés közbe döntögetni, ahogy a motoros. Felfele, mondjuk neki, az egy szintiszta küzdelem. Olyan nincs a motorosoknak. Allé, allé, allé! És nem én kezdtem el itt az alézást, én ezt már csak folytatom, ezt itt a itt dolgozó, kindolgozó kollégáim kezdték el, és akkor ez így nekem tetszett, amikor először meghallottam. Meg egyébként nagyon furcsa, pláne amikor itt néma csönd van, és csak egy bringás jön erre, én meg csak itt ülök és kattintgatok, tehát ez olyan, mint hogyha oda köszönnék neki kvázi. Ez a 901-es, nagyon szép Afrika Twin Tenere. Hát ez egy jó sor volt itt. Ez mind a három nagyon bejövős motor. Állé, állé, állé! Hát ennek be volt dugva ennek a srácnak a füle. Ez mindig én sem veszem észre ezeket a részleteket nyilván. Benni írott, hogy ma meddig tervezed a stream közvetítést. Közlekedést írtál, de biztos közvetítést akartál írni. Lehet, hogy megszakadt, mert épp egy ecseteltem pár perce, vagy az nem ment át, hogy hát szerintem egyig lesz ma live, mert tényleg egy és kettő között nagyon megáll a forgalom, még jobban, mint amennyire most nincsen. De ahogy mindig, hogyha akkor éppen jönnének folyamatosan, mint az állat, akkor nyilván nem durantom le a live-ot, meg az is lehet, hogy majd azon a pillanaton túl fölveszek magamra még egy réteget, mert tényleg komolyan hideg szél kezdett el fújni, brutálisan hideg. Nagyon szépek egyébként a bringás lányok. De szerintem lányoknak a bringás pacákok is bejönnek. És hát nagyon legnagyobb része nagyon-nagyon fiatal. Benni a ilyen tekorodbeliek legnagyobb részben. Hát nekem is bőven a gyerekeim lehetnének. Azért abból bringával följönni nagyon nehéz, hogy simán nem fáznak rövid gatyába meg pólóba. Ez azért adott a kuplungjának a tuaregnek. A nyarba így kuplunggal fordulni jó kenyér. Zsolt írott, ha jól emlékszem, azt mondtad, hogy térre lezárják az útszakaszt. Állé, állé, állé! Ezt abszolút jól emlékszel, ez az út június elején nyit ki, vagy május legeslegvégén, tehát még kinyitni is nagyon későn nyit ki. És
hát minden évben időjárás kérdése, hogy mikor zár be, de olyan novemberben bezár, az biztos. Lehet, hogy októberben is már, hogyha olyan hideg idők jönnek. És akkor itt csak max túrázni lehet. Meg ez akkor az állatok birodalma. Nagyon szép lehet itt télen egyébként, tényleg, hogy se út, se semmi, hanem vége láthatatlan havas hegyek. Túloldalon a Bormiói oldalon a két kollégám fotózik, ott most rakták végig ezeket a jelzőpóznákat a tél utáni takarításhoz, ugye, hogy lássák a munkagépek, hogy merre megy az út, mert akkor csak ezek a póznák állnak ki már a földből, ilyen jó 2,5 méter magas műanyag póznák, nagyon az út, mert akkor csak ezek a póznák állnak ki már a földből, ilyen jó 2,5 méter magas műanyag póznák, nagyon érdekes, hogy ezen a felén meg nincs ilyen, hogy itt honnan tudják, hogy hol van az út széle, meg fogalmam sincs, mert ezt itt szerintem fúra belepi, ha nagy hó van, ezeket a kőfalakat, tehát ez itt már nem mutat nekik semmit. És közben már egy óra is van, szerintem csináljuk megint azt, amit szoktam ilyenkor, hogy megvárom a következő adag történést. Állé, állé, állé! A történés alatt mondjuk minimum motorost értek, vagy valami klasportautót, hogy nehogy az legyen, leállítom a live-ot, azt akkor jön a retyer útja. De azért ma is, így is sikerült egy kis két órás live-ot összehozni. Mindjárt meg is mondom, hogy csak úgy érezzük, hogy mekkora forgalom volt. Hát nem volt olyan nagy. Igen, itt most óránként 1000 kép készül körülbelül. És ami nekem a off-szezon ilyenkor 1 és 2 között, az fönn a virsliseknél, meg a büféknél, meg az éttermeknél a főszezon. Főszezon. Állé, állé, állé! És akkor ott jönnek a motorosok. Nagyjából Zsolt, minden nap próbálok live-ozni, ez nagyon attól függ, hogy milyen időjárás van. Eddig nagyon ritka volt ez a nap, amikor nem jöttünk föl, tegnap pont ilyen volt. Úgyhogy, hogyha holnap jó idő lesz, akkor nyilván jövök, akkor lesz live is.
és aztán majd a hét többi napját meglátom. Hát a hétvégét azért nagyon remélem, hogy nem veri szét az időjárás, mert nekünk azért nyilván a hétvége az egy fontos része, meg napja a munkáknak, amikor lényegesen nagyobb forgalom szokott lenni, bár mostanában ez az oldal lehet, hogy valamit én terjesztek már valami félelmetes legendát, de nagyon sokan nem merészkednek már át erre az oldalra, tehát a Bormiói oldalon most már sokkal komolyabb forgalom van, mint ezen az oldalon. Ja, másfélszer több fotót szoktak ott lőni a kollégáim, mint amennyit én, és nem azért, mert én nem lövök eleget, vagy ők túl lövik, hanem egyszerűen annyival többen mennek ott el. Na, itt ez lesz a mi sorunk, amit megvárunk, ez a... Lehet jönni, igen. Igen, ez itt egy kis vezetéstechnikai probléma. Leállt a gép. A kézifékes indulás az autóval is sokaknak a képességeit meghaladják. És van, akiét meg nem. Az egy elektromos volt. De kár, hogy együtt jött a többivel, nem bírtuk meghallgatni így a hangját. És ezért szoktam megvárni mindig a sort, mert egyébként most ez... Ez már így nem lett volna meg. Egyébként jó ide kijönni bringában, lendit lehet szerezni. Allé, allé, allé! Ő fölfel is esőkabátba nyomja. Kis tesó, nagy tesó. Ohoho, mi volt a gyerekek? Hát igen. Nem mindenki nézi a tükröt. Az a terv, hogy másik útvonal, a másik anyag, az továbbra is áll. Ez a terv csak eddig még nem valósult meg, tehát ígértem, hogy elmegyek majd az Umbria Passra, de szeretnék egy olyan napon oda menni, amikor nincsen ilyen rotty idő, mert amikor följövök motorral, és ilyen bizonytalan az idő, akkor nekem ez a ház, ez nagyon nagy segítség, hogy oda bebírok húzódni, és nem ázom rongyá. De hogyha lesz egy olyan nap, amikor szép az idő, hétköznap nem a legnagyobb forgalmú nap, akkor mindenképpen oda megyek az Umbria Passra. Állé, állé, állé! Na, elkezdem leszerelni magamról a kesztyűt. Bringás, ezek a sielő srácok az ilyen mikrobuszokból mindig szeretnek mutogatni, megintegetni. De most már nem szoktam őket lefotózni. Na hát akkor elbúcsúzom tőletek. Nagyon szépen köszönöm azoknak, akik ilyen kitartóan nézték a mai két órás live-ot. Ez is fel fog kerülni a YouTube csatornánkra, úgyhogy ott meg tudjátok majd nézni felvételről, vagy tudjátok azoknak ajánlani, akik esetleg nem látták. Van ez a lehetőség is. Lehet tanulni mások hibáiból, mások kanyarvételi technikáiból, ott közben alakul a csoportkép hátul a selfie teraszon. Thank you for your attention. This is going to be online soon on our YouTube channel, this live as all the others, you can check the playback. Ale, ale, ale! Így ezzel a szépen